Több ezren vettek részt Párizsban a Samuel Paty emlékének szentelt demonstráción vasárnap. A középiskolai tanárt pénteken lefejezték, miután történelem óráján diákjainak karikatúrát mutatott Mohamed prófétáról. A tüntetők egyben a szólásszabadság mellett is kiálltak. A demonstráción több politikai vezető is részt vett, köztük a miniszterelnök Jean Castex, aki Twitteren azt üzente: nem félemlítenek meg bennünket, nem fognak minket megosztani, mi vagyunk Franciaország. A 47 éves Samuel Paty gyilkosa egy menekült státuszt kapott csecsendiák is Twitteren tette közzé a képet a levágott fejről, és azt írta: végzett egy pokolfajzattal, aki becsmérelte Mohamed prófétát. A támadót a rendőrség agyonlőtte. Több vidéki nagyvárosban, köztük az észak-franciaországi Lille-ben is tartottak demonstrációt a brutálisan meggyilkolt tanár emlékére. Középiskoláját is gyászolók lepték el. Többen "tanár vagyok" felirattal jelentek meg a helyszínen. Az ügyben terrorista indítékkal elkövetett gyilkosság miatt indítottak nyomozást. A hatóságok őrizetbe vették az elkövető több családtagját.